Közös egyeztetésre hívta össze Budafoktétény önkormányzata a kerület egyházi képviselőit október 20-án. Létrehozta az önkormányzat azt a bizonyos 1 milliárdos tartalékalapot, amely azt a célt szolgálja, hogy a háborús válság okozta nem várt helyzeteknél legyen mihez nyúlnunk. Ennek a felhasználására a ellátás biztonsági operatív törzs tesz mindig javaslatot a képviselőtestület számára, és ahhoz, hogy ezek a javaslatok megalapozottak legyenek, immár a harmadik ilyen nagyobb csoporttal tartottunk egy megbeszélést, hiszen korábban a vállalkozói körrel, a civilekkel beszélgettünk hosszabban, most pedig az egyházi intézmények vezetőivel, illetve a papokkal. Itt a szociális terület volt leginkább napirenden, hiszen ők amúgy is sokat foglalkoznak ezzel a területtel, egészen mélyek a gyökereik, sokat találkoznak az embereknek azzal a csoportjával, amelyek segítségre szorulnak, és hogy hogyan tudjuk az erőforrásainkat egymásra hangolni, hogy ne legyenek párhuzamosságok, hogy minél hatékonyabban tudjunk felhasználni minden rendelkezésünkre álló erőforrást, az anyagiaktól kezdve a segítőkész emberekig. A másfél órán át tartó megbeszélés több szempontból is eredményesnek bizonyult. Sikerült létrehoznunk azt a kommunikációs csoportot, ahol összehangoljuk a tevékenységünket. Vannak konkrét javaslatok is, amelyek például az étkezést fogják megcélozni. Ez biztató jeleket mutatott, de amit nem kevésbé tartok fontosnak, hogy a templomokon keresztül, a gyülekezeteken keresztül is eljut az az információ az emberekhez, hogy milyen segítségre számíthatnak. Új dolgok jöttek a rendszerbe, hiszen a jövő héten a képviselőtestület nagy valószínűséggel dönt arról, hogy megemeli azt az összeget, amellyel a nehéz helyzetbe került családok rezsijét támogatja, vagy például a szociális tűzifa intézményét bevezeti. Tehát, hogy minden egyház legyen tisztában azzal, hogy az önkormányzat mit csinál, ezt egészítse ki a saját tevékenységével, és népszerűsítse az önkormányzati szolgáltatásokat is a saját hívei körében.